but a slow. Sziasztok! Mozikban a Wall Street pillangói, melyben Jennifer Lopezék striptizelnek nagyokat és fosztogatnak, ők ugyanis a tőzsdetálpák pénzét húzzák le táncikálás közepette. E film apropóján pedig gondoltam, összeszedem kedvenc filmes striptiz táncosaimat. Nem konkrét jeleneteket szedtem össze, hanem a szakmát űző karaktereket, filmeket gyűjtöttem ki, szóval Kim Basinger 9,5-jebe sem férne. Na de nézzük is, top 10 striptiz táncos! Rodriguez SMN zombis őrületében a Planet Terrorban Stipper Rose McGowan. A 70-es évek gagyi horrorjai előtt tiszteleg a film, már a nyitó jelenetben is ropja a táncot a Chelsea. A filmben ő egy gogó táncos, ám a zombik elfogyasztják az egyik lábát, de a csaj nem rest, félautomata fegyverré alakítja a táncos lábát, illetve annak helyét, és így írtja ilyen Rodriguez módiban az ellent. És akkor még egy Robert Opus, méghozzá az alkonyattól pirkadatig. Itt zombik helyett más lények vannak, velük gyűlik meg a bajuk Clooney-nak és bagázsának. Igazi trash-wig játék ez is, és bizony a csodaszép Salma Hayek bűvöli el táncikájával a nagy érdeműt, hogy aztán vele induljon a véres haddelhad. Hatalmas kígyóval a nyakában lejti a lejtendőt, menő. Nem egy filmes klasszikus, sőt kifejezetten B-mozi a Showgirl, de az elvehetetlen tőle, hogy Elizabeth Berkley egy táncos királynője a műfajnak, mármint a striptiz műfajnak. Nomi nagy reményekkel megy Las Vegasba, és esélyt is kap, Istenő című musical tánckarába szerepelhet. Ha nagyon keményen küzd, akkor minden az övé lehet, kérdés, megéri-e mindent odaadni céljaiért? Egy másik királynője a műfajnak, Demi Moore. A film itt sem túl erős, ez ugye a striptiz. Egy egyedülálló anyukát alakít, akinek pénz kell, és bizony ezt egy ilyen szakmával próbálja előteremteni. Bekerül a képbe egy neves politikus, lesz itt zsarolás, nyomozás, ex-férj, minden, de a lényeg, hogy Demi Moore lengeruciban táncolgat. Bizony nem csak szép csajok vetköznek ám, van jó film férfi stripperekkel, csippendélesekkel is, és ilyen Soderbergh rendezése a Magic Mike. Nem csak Channing Tatum nyomja a táncot ezerrel, bizony neki ez annó a valós szakmája is volt, de Matthew McConaughey a tapasztalt öreg csippendéles is nagyban ropja. Jó kis filmecske ez egy egészen fura világról. Alex nappal heggesztő munkás, éjszaka pedig táncolgat nem sok ruciban. Nagy álma, hogy balettáncos legyen, ehhez azonban csak tehetségét szeretné bevetni, szépségével járó egyéb lehetőségekre nem túl nyitott. A Flashdance egy igazi klasszikus lett, de talán ami még a film sikerét is felülmúlta, az a zenéje. A Pankrátorról talán elsőre nem a striptease szó jut eszünkbe, jogosan, ám Mickey Rourke csaja nem más, mint Pókember dögös nagynénikéje, Marisa Tomei, akinek bizony munkája a ledért táncvala. Marisa Oscar jelölést kapott a filmért, alakítása egyszerre szex és nagyon-nagyon szívszorító és drámai, átérezzük melankóliáját, ahogy maga is rájön, hogy le kell lassan tennie a lantot, vagyis esetében a harisnyát. Natalie Portman is összetáncolt magának egy Golden Globe-ot és egy Oscar jelölést a Közelebb című drámában. Nos, maga a film egy érzelmi hullámvasút négy identitását és erkölcsi korlátait kereső felnőttről, de ez mindegy is. A parókás, fehér nemű Portmanre emlékszik majd mindenki úgyis, aki látta a filmet. Megint egy férfi vetközés. De hát az Alu semmi egy szerethető kis angol mozi, mely vicces és megindító is, és picit sem szexi. Apukatestű munkás férfiak dobják le itt a textilt, és bizony mi is velük vagyunk lélekben, ugyanis a munkájukat vesztett figuráknak egyszerűen nem lehet nem szurkolni, hogy ismerőseik és családjaik előtt nyomják az ipart. A személyes kedvencem, hát megint egy Rodriguez mozi, a Sin City. Bizony Jessica Alba nagy favorit volt annó nekem, ahogy a filmet is nagyon-nagyon imádtam. Sötét, fekete-fehér karcossága, nagyon menő és cool, és ilyen benne Nancy Callahan is, cowboy ruciban. Hát nem semmi. A képregényekben kicsit ledérebb a figura, Alba nem vállalta így a szerepet, de hát nem is baj, kalapos lányként is nagyon jó táncol. Nos, nekem ezek voltak a kedvenceim a témában, írjátok majd meg, hogy ti miket szerettek, nektek mik a kedvencetek, addig is nagyon jó mozizást kívánok mindenkinek, nagyon jó filmezést mindenhez, a kérdésetek vagy jöhetnek kommentek, sziasztok!